Szüreti vigadalmat tartottak a karcagi Nagykun református általános iskolában. Mint Földváriné Simon Ilona igazgatótól megtudtuk, a jubileumi 25. vigadalomra sok meglepetéssel készültek a diákoknak. A kisbíró vezetésével vonultak be a mulatságra az osztályok a szüleik előtt, majd az iskola harangvirág néptánc csoportja, Benéné Kecskeméti Anikó és az Erkel Ferenc Művészeti Iskola magánének tanszakosai adtak vidám szüreti műsort Házi Sárai Mária tanárnő vezetésével, bevonva az iskola diákjait is a közös énekbe, táncba. 25 éve tartjuk minden ősszel, október elején a szüreti vigasságot. Ez egy jubileumi év, így is lehet mondani, és tulajdonképpen egy gazdagabb műsorra, egy más jellegű műsorra készültek a szervezők. Szeptemberben alakult egy harmadik néptáncsoportunk, a Harangvirág nevet viseli ez a néptáncsoport, és a zeneiskola magán tanszak diákjai is, nyilván Házi Sári Mária felkészítésével egy komplex műsort állítottak össze erre a évfordulóra, és az új kis Harangvirág néptáncsoportnak a művészeti vezetője pedig Benéné Kecskeméti Anna. Ő óvónőként nagyon ért ezekhez a dolgokhoz, és ők azok, akik tulajdonképpen a jó hangulatot, a ráhangolódást megteremtették. Eközben egy bucsai házaspár segítségével több szülő a frissen szedett szőlőből mustot préselt a gyerekeknek, akik a kóstoló után különböző kézműves foglalkozásokat, fafaragás, gyöngyfűzés, népi játékkészítés, mézeskalás díszítés is kipróbálhatták a helyi népművészek segítségével. Népi iparművészeket hívtunk meg, hagyományainkhoz hűen, és van itt egy harcászati bemutató is. Gondoltunk a fiúkra is, mert hát azért szület ide, szület oda, a fiúkat ez igazából érdekli, és nagyon leköti. Úgyhogy kiszélesítettük, kibővítettük a lehetőségeknek a tárházát, és az időjárás is kedvezett, mert nagyon jó idő van, tehát így a szüreti sokadalmat meg tudtuk tartani. Se hideg, se meleg, se eső, tehát összejött. Nyilván a szüretnek a lényege a musnak a készítése, a szülők mindig bevállalták, tényleg mindig az a szülői házaspár jön be bucsáról, akik egyébként nagyon szeretik ezt a fajta tevékenységet, a gyerekek viszont nagyon szeretik a lekváros kenyér evő versenyt, ez is egy jó pofa kitaláció, és akkor nyilván, hogy díjat is fognak majd kapni, de hát jó hangulatot teremt, ahogy próbálják a madzagról a zsíros kenyeret, lekváros kenyeret minél hamarabb leenni, elfogyasztani, hát tiszta lekvárosak, óruk, szájuk, fülük, na hát mindenki nevet mindenkin, mindenki jól érzi magát. Volt még harcművészeti bemutató a különböző ügyességi játékok, például diótörés, lekváros kenyérevő verseny is várták a refis gyerekeket.